Jó estét kívánok, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket! A híradó után folytassuk magazinműsorunkkal. A Csíkódombon is felmerült az igény egy helyi civil szervezet létrehozására, mellyel kapcsolatban az első megbeszélés már le is zajlott. Elindult egy új kezdeményezés, ami után úgy látszik, hogy a Csíkólegelőn lakók, mint önálló településrész szeretnének Ajkavároshoz, a város kulturális életéhez csatlakozni. A mai délutánon milyen igények merültek fel az itt lakóktól? Ugye ez egy érdekes dolog, mert itt egy folyamatról van szó, hogy korábban volt már erre egy próbálkozás, csak az egyik főszervező elhalálozott, aztán hogy megakadt a folyamat. Hát most ezt szeretnék folytatni. És én úgy látom, hogy nagyon, nagyon konkrét dolgokat tudnak megfogalmazni az emberek, nem mást egyébként, mint a város más részén lakók, hasonló kérdéseket vetnek fel, milyen az infrastruktúra, milyenek az utak, hiányzik az emberek jó részének, főleg a nőknek egyébként a beszélgetés, a tracsolása, lehet ezt mondani. A gyerekeket szeretnék közel betudni, hogy itt játszanak a lakótelepen, illetve a közeli utcákban. Tehát ezek a kérdések merültek fel, és én nem vártam ennyit ettől a mai megbeszélést, hogy úgy látom, nagyon határozottan elindultak egy irányba. Mennyire volt ez építő jellegű ez a mostani beszélgetés, mennyire lehetett egymás gondolatát tovább követni? Hát az volt, építő jellegű volt. Ugyanis ugye a Gerencsé Hilda asszony kezdte ezt a mozgalmat, ő most is ő hívta össze, és hát én attól tartottam, volt egy olyan szakasz a megbeszélésnek, hogy úgy magára marad, de nem ez történt, hanem a másik fél már előjött azzal, hogy a módszeren is változtatott, meg a kérdéseken is változtatott, meg hogy az legyen a tematika, hogy ismerjük meg egymást. Ugye érdekes, én is ezt egész másképp gondoltam, mert ugye én a saját elfoglaltságom miatt elsősorban ilyen városfejlesztési kérdésekkel foglalkozok, de itt nem ez dominált, hanem ez az ismerjük meg egymást, és ez az igény, ez úgy jól körülhatárolódott több hozzászólásban. A realitások talaján maradva, különböző igényekből polgármesterként hogy látja, mik azok, amik elsősorban megvalósíthatóak? Hát... Azzal kezdtem, hogy kértem őket, hogy nehogy egy székházat akarjanak azonnal építeni, mert hát az úgy nem helyes dolog, hogy még úgy nem történik semmi, és már is székházat, és ebben egyetértés volt. Ugye a Csopak vendéglő tulajdonos az nagyon gáláns ajánlatot tett, hogy itt jó lesz majd a baráti kör helyének, helyszínének. Mert hogy kell, hogy legyen gazdája ennek az ötletnek is? Igen, így van, és az ezentúli megfogalmazások, hogy a gyerekeknek egy sportpályát kellene létrehozni, hogy a játszóteret bővíteni kellene, hogy mi történjen a különböző utcáknak az állapotával. Hát ezt eléggé pontosan, markánsan megfogalmazták, sőt egy lépcsőnek a felújítását már el is döntötték a felmerülés után néhány másodperccel. Akkor már csak a pályázatot kell hozzá megtalálni. Igen, hát azt gondolom, hogy amikor ilyen lelkes és ilyen határozott célú emberekkel találkozunk, akkor ebből lesz valami, és én bízom benne, hogy az itteni képviselőnek, a városnak is ők megfelelő partnerei lesznek, el tudják dönteni a különböző igényekből, hogy melyik számukra a fontos, és az egy lényeges szempont én szerintem. A Csíkólegelőn élőket biztos nagyon foglalkoztatja az a kérdés, hogy mi lesz a jellegzetes pókkal. Van-e már a városnak ezzel kapcsolatban tervezete? Na most érdekes módon a pókot itt most nem feszegették. Lehet, hogy talán azért, mert... Ugye ez inkább Csíkódomba, hogy Fekete István is nevezte, az meg egy kicsit úgy elszakad azért tőle, csak hozzáér a völgybe, és ezt úgy nem feszegették. Ugye a mi elképzelésünk szerint halad ez a dolog, a tervei készülnek, és várhatóan itt az ősszel a konkrét megvitatására is sor kerül, tehát hogy mit tartalmazzon. Ugye van egy javaslatunk, de azt a fiatalok, különösen a fiatalokkal meg kell majd vitatnunk, és aztán akkor meg már jöhetnek a konkrét kiviteli tervek, meg,
hát nem kisebb dolog persze azt, hogy hogy rakjuk össze ennek a fedezetét. Na most ilyen tekintetben nem állunk rosszul. Tehát ez úgy kezd kirajzolódni, hogy lehet ezt megoldani, megvalósítani különböző módokon, de van ilyenben már tapasztalatunk, úgyhogy én optimista vagyok. Egy új kezdeményezés érkezett a Csikódombon élőktől. Milyen célzattal? Hát a célja az összefogás. Eredetileg legalábbis erről volt szó, és én nagyon-nagyon örülök, hogy erre a felhívásra, hogy tetszik. Ma végül is 18-an összejöttünk, és hát együtt gondolkodtunk. Kinek erről volt véleménye, kinek arról. Egy valamit minden esetre tisztáztunk, hogy nem igazán ismerik egymást az itt lakók. Tehát felmerült az, hogy menet közben azért itt is változott úgy a lakosság, hogy még az egy utcában élők sincsenek egymással, hogy úgy mondjam, folyamatos kommunikációs viszonyban. Tehát a második cél, amit ezek után kitűztünk, hogy meg kéne ismerkednünk egymással, hát egészen pontosan nekik kellene megismerkedniük egymással, és én a civil szövetség nevében ajánlottam fel ugye a segítséget magához a kapcsolatteremtéshez, magához az együtt gondolkodáshoz, és ennek esetleg valamilyen szervezeti formába öntéséhez. Mi az, amiről itt úgy gondoljuk, hogy beszélni kellene az embereknek? Mindenféleképpen felmerül a kérdés, hogy akarnának-e közös programokat, ha már megismerkedtek egymással. Látják-e értelmét, vagy szükségét annak, hogy az itt élő, egyedülálló emberek felé, hogy úgy mondjam, kinyújtsa akár a szomszéd, akár valaki, aki az utcában lakik, akár egy közösség a kezét, hogy ne legyen egyedül, hogy érezze azt, hogy tartozik valahova, valakikhez, és hasonló kérdésként merült fel, hogy akarnak-e esetleg közös programokat szervezni az itt élők, akár az egy utcában élők, akár a különböző utcákban élők, hiszen ez mégiscsak egy, ha úgy tetszik, falunyi lakótelep, ahol sokfajta érdeklődésű, sokfajta elfoglaltságú ember él, ami egyáltalán nem zárja ki azt, hogy néha találkozzanak is egymással. Különböző korosztályú embereknek különböző igényeik vannak, akár a hétköznapi életüket, ha élik, akár a szórakozás tekintetében. Hogyan lehet mégis majd egy közös nevezőt megtalálni? Mi a gyakorlat? Van-e erre jó recept? Recept az nincs, mert ahány ember annyiféle, és az adottságok is mások. A város különböző területén élő civil szervezetek munkájában vannak hasonló pontok, de teljesen egyforma életet nem ér egyik sem. És ez így van rendben. Így van rendjén. Én azt gondolom, hogy itt nem is maga a szervezet alakítása fontos. Az emberi kapcsolatok kialakítása, kiszélesítése, és mi erre várjuk. Nagyon sok szeretettel mához egy hétre, július 31-én, 5 órakor a többi Csikó legelői lakost, hogy akkor most még többen dobjuk össze a fejünket, és pillanatnyilag ebben a három kérdésben, vagy abban, hogy akarnak-e beleszólni a saját lakóterületük problémájának a megoldásával. Tehát akarnának-e kiépíteni egyfajta közéletet itt, akkor azt gondolom, hogy ezt jelezni kell ezen a fórumon, és akkor már el is indultunk, és egyszer elindul egy szerveződés, akkor majd kialakítja a maga saját életét, a maga szervezeti rendjét, ha úgy tetszik, a programjait. Én ebben tudok segíteni, hogy induljanak el, és szívből kívánom, hogy sikerüljön.